Bulgária nevezetességeit, kultúráját, illetve gasztronómiáját fényképek, a fél évig tartó uniós soros elnökségi tisztség programját viszont az ország nagykövete mutatta be a Versegi Ferenc könyvtárban. Az előadásra középiskolások is kíváncsiak voltak. A 9. osztályos diákok az Európai Unió alakulásáról és tagállamairól már tanultak, azonban az uniós tanács elnökségének feladatköreit eddig nem ismerték. Részt vettünk a Modell Európa Parlament ülésein, és emiatt jöttünk el. Én főleg az unió miatt. Érdekel a Magyarország és a Bulgária közötti kapcsolat. Az Európai Tanács elnökségi tisztét minden évben három tagállam tölti be. A jelenlegi triót Észtország, Bulgária és Ausztria alkotja. A fél évre szóló időszak alatt az üléseket a soros elnök vezeti. Bulgária posztot január 1-től június 30-áig tölti be. Az ország 6 hónapon keresztül Európa és a fiatalok jövője, a Nyugat-Balkán, biztonság és stabilitás, valamint a digitális gazdaság témakörök mellett a szomszédos országokkal, így Magyarországgal való kapcsolatára is nagy hangsúlyt fektet. Nagyon intenzívek a kapcsolataink belügyminisztériumi és honvédelmi szinten, hiszen a határokat meg kell védeni. Tehát a határvédelem kapcsán a két belügyminisztérium szoros kapcsolatban áll egymással. A második kapcsolódási pont, hogy Bulgária nagyon intenzíven támogatja a V4-es országokat és témakört. Ez szorosan kapcsolódik a soros elnökségi tiszt betöltéséhez. A nagykövet Bulgária programját még csak Budapest egyetemei mutatta be. Szolnokra a rendhagyó program a polgármesteri hivatal, a Europe Direct, illetve az Európa Partner Fórum szervezésében érkezett.